Milí Štúrovčania, vážení hostia, milé deti. Dnešným dňom vstúpime do adventného obdobia, do obdobia očakávania, počas ktorého sa duševne pripravujeme na dôstojné oslavenie vianočných sviatkov. Dovoľte mi, aby som vás v mene organizátorov podujatia Advent v Štúrove srdečne privítala. Ďakujem vám za to, že ste si našli čas a prišli na pešiu zónu, kde o krátku chvíľu budete súčasťou spoločného zapálenia adventnej sviečky. Kedves párkányiak, tisztelt vendégek, kedves gyerekek! A mai nappal belépünk az adventi időszakba. A várakozás időszakába, melyben lelkileg felkészítjük magunkat karácsony méltó megünneplésére. Engedjék meg, hogy az advent párkányban esemény szervezői nevében sok-sok szeretettel köszöntsem Önöket. Köszönöm, hogy időt szakítottak, és eljöttek ide a sétáló utcára, ahol rövid időn belül részesei lesznek a közös adventi gyertyagyújtásnak. Vítam medzi nami primátora mesta Eugena Szabóa a ďalších predstaviteľov mestskej samosprávy. Je nám cťou, že naše pozvanie prijali aj miestni predstavitelia cirkvi. Dovoľte mi osobitne srdečne privítať za rímskokatolickú cirkev Zoltána Fózio, dekana farára a kaplána Antona Štefánika, za reformovanú kresťanskú cirkev duchovného otca Csabu Pólya. Köszöntöm városunk polgármesterét, Szabó Eugent, és az önkormányzat további képviselőit. Megtiszteltetés számunkra, hogy meghívásunkat elfogadták városunk egyházi elöljárói is. Nagy tisztelettel köszöntöm a Római Katolikus Egyház képviseletében Fóti Zoltán esperes plébános urat és Anton Stefánek káplán urat. A Református Egyház képviseletében pedig Pólya Csaba nagy tiszteletű lelkész urat. Veľadôstojní duchovní otcovia, v tejto chvíli vás prosím o požehnanie a posvetenie spoločného adventného venca nášho mesta. Nagy tiszteletű lelki atyák, kérem végezzék el városunk közös adventi koszorújának megáldását és megszentelését. A mi segítségünk, ünnepi együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, drága ünneplő testvéreim, a Jézus Krisztusban, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Gondviselő Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nékünk, és szent lelkeddel megvilágosított szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, és bizalommal várhatjuk fiadat, ami üdvözítőnket. Áld meg ezt az adventi koszorút, hogy mint a remény jele az örök életre, s a szentek közösségére figyelmeztessen minket. És ott, hogy e napokban növekedjünk a te kegyelmedben.
Te világosságként küldted fiadat a világra, áld meg ezeket a gyertyákat, advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Ott, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk Krisztus iránti szeretetünk. Készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, és ott, hogy egykor színről színre láthassuk fiadot, akit kegyelem és igazság tölt el. Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Annak kegyelme és békéje, aki van, aki volt és aki eljövendő, legyen mindnyájatokkal. Mindenható Isten, fiad Jézus Krisztus, gyújtsa meg szívünkben dicsőséged vízfényét. Az ő eljövetele űzze el a bűn minden sötétségét, és alakítson át bennünket a világosság gyermekeivé, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hallgassuk meg a Jóisten üzenetét, kedves testvérek, Izajás próféta könyvéből. Bár eljönnél hozzánk, üdvözítőnk, Uram, Te vagy a mi atyánk és megváltónk, neved örök és hatalmas. Miért engeded mégis, hogy letérjünk utaidról? Miért tűröd, hogy szívünk megátalkodjék, és kivesszen belőle az Isten félelem? Bár eljönnél közénk, feltárnád előttünk a mennyek országát, és csodálatos érkezésedkor megrendülnének a hegyek. Ember föl nem fogta, fül nem hallotta, szem nem látta, egyedül Te tudod, mit készítettél azoknak, akik bízva várnak Istenünk. Elévük sietsz, amikor kész örömmel teljesítik parancsaidat, és hűségesen kitartanak utaidon. Elszakadtunk tőled, olyanok lettünk, mint a lehulló fonnyat levél, és bűneink tovasodortak, mint a szélvihar. Senki sincs, aki hozzád fohászkodjék, és rádöbbenne, hogy beléd kapaszkodjék. Te pedig elfordultál tőlünk, és hagytad, hogy összetörjenek minket bűneink. Uram, Te mégis a mi atyánk maradsz, a Te műved vagyunk mindannyian, mindenható kezed alakítja életünket. Ez az Isten igéje. Drága testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen az adventi nyitó ünnepségen. Engedjék meg, hogy néhány szóval reflektáljak erre az üzenetre, amely annyira sokat mondó és az ember vágyakozását, sóvárgását fejezi ki az Isten felé, afelé, aki betölti életünket. Bár eljönnél közénk, feltárnád előttünk a mennyek országát. Minden vallás a történelem folyamán kereste azt, aki nagyobb, mint az ember. Hiszen érezzük a mi porszemmi voltunkat, Isten fényében mégis olyan hatalmas a mi életünk, olyan hatalmas a mi hivatásunk. Az adventi koszorú, amely előttünk van, az örökké valóság jele. Rajta a négy gyertya a várakozást jelenti, a fényességet. Azt a fényességet, amelynek van egy lelki vetülete is, ez pedig az ember ragyogása. Az ember hivatása, hogy olyan legyen, mint Isten. Szent, tiszta, fényes.
ez az időszak erre hív meg bennünket. Nagyon örülök, hogy itt összegyűltünk, együtt imádkozhatunk, együtt gondolkodhatunk, és haladhatunk előre a hitben, a reményben és a szeretetben. Ehhez kívánok kedves mindnyájatok, mindnyájuk számára sok-sok erőt, nagyon szép adventet, és majd boldog karácsonyt. Priatelia, v Biblii sa píše, že Boh tak miloval svet, že nám poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Boh tak miloval svet. A teraz v advente očakávame to, čo sa udialo potom na Vianoci, keď si pripomíname to, že táto najväčšia láska, aká existuje, tak prišla na túto zem, že prišiel Ježiš, Boží syn ako dieťa. A to preto, nie aby nás odsúdil, ale preto by nás zachránil. Zachránil z našich hriechov a priniesol nový život. Život a lásku pre každého jedného z nás. A táto láska je tu na Vianoce, ale nielen na Vianoce. Každý deň našich životov a Boh nás miluje. On chce vstúpiť do každého jedného srdca. On prišiel pre každého jedného z nás. Ja tu stojím ako svedok a poznám mnohých ľudí a počul som mnoho svedecí o tom, ako Božia láska mení životy, ako Boh dokáže vyťahovať zo závislosti od hriechu, zo závislosti rôzneho druhu, ako mení rodiny, uzdravuje, zmieruje, prináša pokoj a svetlo tam, kde je tma. A tohto Ježiša my očakávame a môžeme ho prijať, jeho lásku, ktorá sa zjavila v tomto svete. A tak ja sa modlím a chcem sa aj teraz za chvíľku modliť, aby každý jeden z nás tu na tomto mieste, ale každý občan Štúrova mohol zažiť to, že Boh je láska, že Boh nás miluje. Tak Pane, ja ťa veľmi prosím, aby sme mohli zažiť túto tvoju úžasnú a nekonečnú lásku, ktorá mení srdcia, mení životy, mení rodiny, mení mesta a národy a celý svet. Prosím ťa, vylej túto lásku do našich srdc. Ťa prosím, lebo ty si Boh, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Istenünk, te teremtettél minket, mert te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiatban világosságot és életet adsz nekünk. Szent lelkeddel megvilágosítod szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg bennünket. Kegyelmek osztogatója, irgalmas Urunk és Istenünk, alázattal kérünk, áld meg ezt az adventi koszorút, amely az ószövetségi messiás várás évezredeire emlékeztet minket, de figyelmeztet is, hogy az új egyházi évben a mi lelkünkbe is eljön Krisztusulunk. Add, hogy felébredjünk az álomból, hiszen üdvösségünk közelebb van, mint mikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel, vessük tehát a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Most imádkozzunk együtt a Jóistenhez az Úr Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenekké. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása és oltalma szálljon le rátok és maradjon veletek mindenekké. Mene obyvateľov mesta ďakujem za požehnanie a posvetenie spoločného adventného venca mesta. Veľa dôstojní duchovní otcovia, želáme vám pokojné a požehnané adventné obdobie. Városunk minden lakosa nevében köszönöm nagy tiszteletű lelkiatyáknak, hogy megáldották és megszentelték városunk közös adventi koszorúját. Engedjék meg, hogy ezúton kívánjunk önöknek békés, áldott adventi időszakot. Vážení prítomní, o malú chvíľu bude zapálená na našom spoločnom adventnom venci prvá sviečka. Prosím primátora mesta inžiniera Eugena Sabova, aby predniesol svoje adventné myšlienky a zapálil prvú adventnú sviečku. Tisztelt egybegyűltek! Hamarosan meggyújtjuk városunk közös adventi koszorúján az első gyertyát. Tisztelettel felkérem városunk polgármesterét, Szabó Eugen urat, hogy mondja el ünnepi gondolatait, és gyújtja meg az adventi koszorú első gyertyáját. Vážení štúrovčania, milí účastníci toho dnešného sviatku v rámci adventného obdobia. Veľmi ma teší, že sme obnovili túto tradíciu, aby sme mali v strede Štúrova na pešej zóne adventný veniec. Deje sa to už za sebou štvrtýkrát a si dovolím tvrdiť, že z roka na rok naplňáme túto myšlienku silnejším odhodlaním ísť touto cestou. Napokon svedčí o tom to, že v takom peknom hojnom počte sa tu zídeme, naplňáme túto myšlienku piesňami, želaním všetkého dobrého a pekného. A keď sa pozrieme na tento adventný veniec, tak nie je náhodou taký pekný. Zdobili to občania Štúrova, zdobili to školkári a zdobili sme to všetci. Ja vám prajem, aby ste si našli tie pekné myšlienky deň čo deň vo vašich rodinách, čo skrýva adventné obdobie, čo nás zbližuje deň čo deň tým najväčším, najkrásnejším sviatkom, čo sú vianočné sviatky. Prajem vám veľa pekných chvíľ v tomto období. Tisztelt párkányiak, kedves egybegyűltek, mindenkit nagy szeretettel köszöntök itt a fő téren. Nagyon örülök annak, hogy 4 évvel ezelőtt az adventi koszorú építésének, díszítésének gondolata megszületett, és azóta kitartunk ez mellett az elhatározás mellett. Minden hétvégén az adventi időszakban megtöltjük élettel, hiszen szép számban kijövünk, és egymás előtt erősítjük azt a gondolatot, amelyet az adventi időszakhoz, hogy a nyugalom és a boldogság ünnepe, amelyet majd elhoz karácsony, nap mint nap közelebb kerül. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban, hogy díszítette ezt a szép koszorút, és hogy eljött. Köszönöm, szép estét kívánok!
Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Köszönjük szépen, polgármester úr. Štúrovčania, vážení hostia, milé deti. Zapálenie prvej adventnej sviečky symbolizuje otvorenie obdobia pokoja a duchovnej prípravy na Vianoce. Nech neopakovateľné chvíle dnešného slávnostného zapálenia adventnej sviečky vás prevádzajú až po štedrý deň. Naše poďakovanie patrí speváckému súboru Sivárvaň, ktorý pôsobí pri miestnej organizácii Čamodok. Ponad ním tohto súboru odzneli krásne adventné melódie pri adventnom venci. Veľmi pekne ďakujem obyvateľom a civilným organizáciám, ktorí hociakým spôsobom prispeli k jedinečnej adventnej dekorácii nášho mesta. Ďakujeme našim sponzorom, reštaurácii Miraty a cukrárni Vitko a súkromnej spojenej školy v Štúrove za chutné občerstvenie, na ktoré vás v mene organizátorov srdečne pozývam. Dovoľujem si vás pozvať na slávnostné zapálenie druhej adventnej sviečky, ktoré sa bude konať o týždeň o 16. hodine. Prajem vám príjemný adventný večer. Kedves párkányiak, tisztelt vendégeink, kedves gyerekek! Az első adventi gyertya meggyújtása a karácsonyra való lelki felkészülés időszakát szimbolizálja. Kívánjuk, hogy a mai ünnepélyes gyertyagyújtás megismételhetetlen pillanatai egészen a Szentestéig kísérjék Önöket. Köszönetünket fejezzük ki a Csemadok helyi szervezete mellett működő Szivárvány énekkarnak az adventi koszorúnál előadott művekért. Külön köszönet illeti városunk lakosait, valamint a civil szervezetek képviselőit, kik bármi módon hozzájárultak városunk adventi díszítésének egyedi bétételéhez. Köszönjük támogatóinknak, a Miratti vendéglőnek, a Vitkó cukrászdának és a Párkányi Összevont magániskolának a finom falatokat, amelyre ezúton szeretném Önöket meghívni.
Szeretettel várjuk kedves minnyájukat a második adventi gyertya meggyújtására, melyre egy hét múlva 16 órai kezdettel kerül sor itt a Sétáló utcán. További kellemes adventi estét kívánok Önöknek!